2020 jubileumi a gyermekvasút életében, hiszen 1950-ben ugyanezen a helyszínen történt meg a gyermekvasútosok első avatása. Örömmel mondhatjuk azt, hogy erre a jubileumi évre, a 70 éves évfordulóra megújult a hűvösvölgyi állomás. Ugye ezt az idén tavasszal tudtuk átadni a forgalomnak ismételten, és 1950-t hasonlóan ugyanaz a motorkocsi állít a hűvösvölgyi állomáson, ami akkor is. Ezt a helyi kollégák segítségével sikerült megőrizni és megújítani, így már 91 évesen ugyanúgy szolgálja az itt utazókat. Büszkén mondhatjuk, hogy a gyermekvasút népszerűsége töretlen az elmúlt 70 évben, hiszen csak nem 140 kispajtást tette le most a fogadalmát és vált gyermekvasutassá, és csak nem 600-an teljesítenek most is szolgálatot. A 21. századi világunkban ez a szolgálat teljesítés, amit tapasztalunk a gyermekvasutasoktól, mindenféleképpen példaértékű és előremutató, úgyhogy jó munkát és sok sikert kívánunk nekik a jövőben. Már nagyon régi vágyam volt, hogy gyermekvasutas legyek, és végre sikerült. Nagy vágyam volt turistákkal, vendégekkel foglalkozzak, és már a 3 tanulószolgálatom alatt sikerült mindent megvalósítanom. Nagyon imádom, nagyon jó itt a közösség, és minden szuper.